Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás január 14-én. Mielőtt indítanék ezzel a jóslással, mondanám ezt a Valentin napi akciót. Ezt én most indítom, hogy időben meg tudjátok rendelni, hogy időben megkapjátok a jóslást. Ez az akció az két részből áll, egy szerelmi kivetés, és ehhez egy párkapcsolat elemzés. Ehhez kérném a ti születési adatotokat és az ő adatait. Én úgy gondolom, ti nem tudjátok azt, hogy ő hány órakor született, nem baj, mert akkor is megtekinthetjük a bolygók állását, és így összetudom ezt hasonlítani. Ez a kedvezményes Valentin napi akció. A díjam, mindkettőt beleszámítva, 5000 forint. És most megtekintjük ezt a három kérdőjeles jóslást. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezen a felső kártyán látható a kettes szám. Ezek jelentenek kapcsolatokat, mint például te és ő, vagy szerződéseket. Ezen a képen látható a tűz eleme, valami lelkesíti őt. Megvan arra a bátorsága is, hogy egy új kezdet legyen. Az egyik kezében van egy bot, és az azt jelenti, hogy kezébe veszi a dolgokat, és intézkedik. Van nála egy új lehetőség, egy új irány, de ezt a másik botot nem veszi a kezébe, nem érinti meg. Ez a második bot titeket szimbolizál. Ott vagytok mellette. Ez lelkesíti őt. Ő keres egy közös kiutat, de fél titeket megérinteni. És most megtekintjük a következő kártyát, ami utal az ő érzelmeire. Ezen a képen láthatunk egy királyt, és most megvan nála ez a büszke tartás, ez a fellépés, és mivel itt érzelmekről van szó, ő most magabiztos, és döntéseket hoz. Erre utal ez a kard, és nem csak a döntéseket jelenti, hanem ő elbúcsúzik valamitől, lezárja a múltat, vagy valakitől. A következő kártya azt mutatja, hogy milyen lépéseket tesz irányotokba. Ezen a képen jól látható, hogy valaki közeledik hozzátok, mégpedig olyan viharosan. Ez nem ő a képen, mert az első kártya mutatja azt, hogy ő még várakozik, tervez valamit. Megvan a belső nyugalma. Ő nem jön ilyen gyorsan. De mégis kihat a ti kapcsolatotokra, mégpedig azért, mert pontosan ez, ami őt most foglalkoztat. Fél attól, hogy valaki elrabol benneteket, tehát féltékeny, vagy érez belülről valamit, hogy valaki közeledik hozzátok, és szeretne megóvni benneteket. A következő kártya utal a napi energiára. Ezen a kártyán a négy levelű lóher látható, és az szimbolizálja a szerencsét. Lesz egy megoldás, lesz egy kiút, és lesz szerencsétek. És
Ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat ti választhattok, a díjam 3500 forint. Asztrológiával kiegészítve, akkor 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!